Büntető feljelentést tett a legfőbb ügyészségen Matolcsy György kijelentései miatt az Együtt PM. A szövetség bennfentes kereskedés és az abban való bűnsegédlet miatt fordult az ügyészséghez. Pápa Levente képviselőjelölt szerint a jegybank jelenlegi elnöke gazdasági miniszterként pénzügyi hazaárulást követett el, amikor titkos információkat árult el amerikai bankároknak. Ez olyan, mint egy bundabotrány. Pápa Levente szerint minden kockázat nélkül kereshetett több millió dollárt az amerikai Goldman Sachs, miután Matolcsy György 2011-ben egy ebéd közben elárulta nekik, hogy Magyarország az IMF-hez fordul. Mindezt még azelőtt árult el a bankároknak, legalábbis egy a napokban megjelent könyv szerint, hogy mindezt nyilvánosan is bejelentették volna. Lényegében ez egy pénzügyi hazaárulás, ugyanis Matolcsy úr magyar államtitkot árult el külföldi bankoknak, és azt gondoljuk, hogy ez morális értelemben mindenképpen kielégíti a hazaárulás fogalmát. Mit várnak, mire számítanak? Mi ezt az ügyet, ezt ütni verni fogjuk végig. Tehát azt tudom mondani, hogy ha a magyar hatóságok nem járnak el, akkor ebből nemzetközi botrány lesz. Az amerikai bankárokkal folytatott beszélgetésről Matolcsy György korábbi minisztériumi kabinetfőnöke írt. A könyvből az is kiderült, hogy ezután az amerikai bankárok sietősen fejezték be az ebédet és távoztak. Nem sokkal a könyv megjelenése után azonban a jegybank már azt közölte, hogy a megjelentek valójában fikciónak számítanak. Az is egy kérdés, hogy a plegyk... Zdeborszky György szerint, ha mégis igazak azok, amiket a könyvben leírtak, akkor Matolcsy György bűncselekményt követett el. A közgazdász néhány napja az ATV-s Start című műsorában azt mondta, elképzelhető, hogy Matolcsy Györgynek fogalmasan volt arról, hogyan kell fogalmazni a gazdasági miniszterként. Hozzátette, a jegybank elnöknek már rég le kellett volna mondania. Ezért Amerikában valakit akár 100 év börtönbüntetése is ítélhetnek, hogyha bennfentes kereskedést folytat, vagy bennfentes információt szivárogtat ki. Tehát itt a bank, amelyikkel ugye az ebédet elköltötte Matolcsy úr, annak a banknak a tisztviselői éltek az információval, éltek az alkalommal. Hát bolondok lettek volna, hogyha nem éltek volna. Az ügyben már napokkal ezelőtt megkerestük a Magyar Nemzeti Bankot is, de érdemi választ azóta sem kaptunk.